Hello! A múlt héten tartottam egy kis szünetet a vlogolásban, viszont most újra érkezem, mert a héten kezdődik a június, vagyis a nyár, egyben a nagyon-nagyon jó idő, és egyben hirtelen rengeteg programunk is lett, úgyhogy ezen a héten már szerintem fognak történni izgalmas dolgok. Az első ezek közül az, hogy a ma délutánom egy olyan programmal fog telni, amivel úgy érzem, hogy teljesen kilépek a komfortzónámból, mert rám írt egy fotós, aki Tiranából érkezett Budapestre, és egyébként pont gondolkozunk rajta, hogy Albániába utazunk, úgyhogy majd ki is kérdezem ezzel kapcsolatban. Szóval Budapestre jött, és Instagramon írt nekem, hogy nincs kedvem egy ilyen street style jellegű fotózáshoz vele, és azt mondtam, hogy de, ami azért fura részemről, mert nem annyira szeretek idegenekkel ismerkedni, főleg úgy, hogy egyedül vagyok, vagy hát így kettesben leszünk, ami olyan furcsa, egy teljesen ismeretlen emberrel. Nem tudom, ilyenkor mindig kínosan érzem magam, hogy miről fogunk beszélgetni, meg ilyesmi. Viszont nagyon tetszenek a fotói, meg arra gondoltam, hogy végül is miért ne. Úgyhogy ez lesz a ma délutáni programom. Van pár új sminkem, amit a NYX küldött el egy PR csomagban, hashtag reklám, és ezek közül az egyik ceruzát már az egyik előző videómban használtam, és az nem igazán látszott a bőrömön, mert pont olyan színű volt, ami beleolvadt a szemhéjamnak a színébe, viszont most egy ilyen füstös szemet szeretnék csinálni ezzel a barnával, úgyhogy most talán látszódni is fog az eredmény. Illetve ez is új számomra, a Tick It, Stick It szemöldök spirált fogom még kipróbálni, mert korábban még ezt sem használtam, viszont nagyon szeretem ezt a változatot, ezt már újra is vettem. Olyan, mint egy ragasztó, úgy is néz ki, meg ez is a neve. Akarok vinni a fotósnak valami magyart, úgyhogy vettem háromféle túlóvit. Szerintem az elmúlt 10 évben összesen nem jártam annyiszor erre, mint most az utóbbi pár hétben. Hi, Heidi! Megvolt a fotózás! És nagyon örülök, hogy elvállaltam őszintén. Amúgy nagy előny volt az, hogy nő írt rám, női fotográfus írt rám. Így valahogy egy kicsit olyan nagyobb biztonságérzetet adott, hogy vele találkozom, és nagyon jó volt, és szerintem jó képek születtek belőle, de még a teljes végeredményt azt nyilván meg kell várnom, úgyhogy majd szerkesztés után megmutatom minket nektek is. Ó, és most lakógyűlés van a házban, ahol a lakásunk van, úgyhogy Soma már elvileg ott van, és most megyek én is, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van, mert Somától kérdezte az egyik szomszéd, hogy megyünk-e, úgyhogy remélem, hogy nem akarnak semmi gonoszat mondani, mert igyekszünk a lehető legsimábban intézni ezt a felújítást. Én azt mondanám, hogy közös költséget én nem bonyolítanék, ugye itt van lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy a költség, tehát hogy a közös költséget emeljük, hogy mind az 1,8 millió korábbi megtakarításból fogyjon. Nekem még lenne egy kérdésem, hogy amikor a biciklitárolót átszerelték, arról volt szó, hogy a kaput, azt szerintem már meg is beszéltük, hogy akkor azt levágnák. Van világításunk! Wow! Jókorán felkeltem, hogy mindenre legyen időm. Kijöttünk Somával a vasútállomásra, mert hogy ő is menne be Pestre, de a vonatunk az 40 percet késik. Először fél óra volt, utána 40 perc, most amikor amúgy mielőtt eljöttem volna, már csak 25-öt mondtak be, de teljesen mindegy, mert az ember így is úgy is elkésik. Szóval olyan mérhetetlenül dühös vagyok, hogy ezt elmondani nem tudom, és nem értem, hogy hogy akarják, hogy az emberek a vasutat válasszák mondjuk az autó helyett, hogyha a fél óránként járó vonatok, azok néha késnek pont annyit, hogy lekés vele mindent, amire igyekeztél. Szóval nagyon felbassz ez a helyzet jelenleg, és most hazamegyek, és úgy teszek, mintha ez a kis félórás kitérő, ez nem lett volna a napomban. történt, hogy egy olyan cipőt vettem fel, ami olyan 7-8 éve nem volt a lábamon, és menet közben elhagytam. De a legviccesebb benne, hogy már a battai állomáson belerúgtam egy ilyen fémdarabba, és még néztem is, hogy ki hagy itt ilyen fémdarabokat. Hát utólag kiderült, hogy ezt a fémdarabot én hagytam el a cipőmből, mert utána, amikor már teljesen leszakadt a talpa és felemeltem, akkor kiesett belőle egy másik ugyanolyan. Soma, nem mutattam senkinek a tetkódat, úgyhogy megmutatod? Wow! Sellőm aki? Azt a kú... Én ma már egyszer elsírtam magam a cipőboltban. Ma este színházba megyünk. Soma lepett meg vele. A Poirot az Orfeumban előadást nézzük meg, ami azt jelenti, vagyis hogy nem azt jelenti, de hogy ami olyan, hogy enni fogunk az előadás közben, a szünetekben, ami nagyon izgatottan, ami nagy izgatottsággal tölt el, és ilyen belga, de hogy a Poirot rendes belga. Kaját fogunk enni, mert bármelyik színházba ehetsz az előadások. Nem így. Ja, jó. Szóval, hogy lesz egy menü az előadás mellé, ami reflektál az előadásra, tehát belga ételek lesznek, mivel ugye Poirot is belga. Vége a színháznak, és bejöhettünk a Vékom irodába garázdálkodni. Igazából nem garázdálkodunk, csak itt van egy pár cucc, amit haza kell vinnem, és nem akartuk a színházban cipelni. Úgyhogy most nagyon sietünk, hogy hát, ha még elérjük az utolsó vonatot, ha nem, akkor van vészterünk, és annál alszunk. De megpróbáljuk. Elvileg simán elértük a vonatot, de... Jaj. De egyik... ez táblán sincsen kiírva a miénk. Viszont az applikációban meg tudtuk venni a jegyet, és az automatán is elérhető egy ilyen indulóvonat, 0 óra 15-ös. Úgyhogy a MÁV a mai napon nagyon a bögyönben van. Ma reggel meghozta a futár az új táskámat, aminek nagyon örülök, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban mesélek egy-két dolgot. Egy Acne Studios táskát rendeltem. Ez egy talán kevésbé ismert márka, de egyáltalán nem azt mondom, hogy ismeretlen vagy kis márka, csak hogy talán így a magyar köztudatban kevésbé van benne, és én nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ha valaki szereti a designer dolgokat, akkor nézzen körül náluk. Szerintem nagyon előremutatóak a dolgaik. Önmagukban a ruháik is nagyon tetszenek, viszont a styling az oldalukon és a kiegészítőiknek a különlegessége szerintem azt teszi igazán egyedivé őket, úgyhogy ha érdekel, akkor nézzétek meg. Szóval megrendeltem ezt a táskát, ami egyébként egy különleges nylon anyagból van, amitől olyan, mintha papírból lenne. Konkrétan az a neve, hogy Papery Nylon Tote Bag, azt hiszem, és bőrből van rajta egy ilyen merevítés, illetve díszítés. Szóval az egész koncepció nekem nagyon tetszik, a táska fazonja, a színei, 1000 éve szemezek vele őszintén szólva. Ez azt hiszem, hogy egy ilyen állandó darab náluk, vagy legalábbis nagyon régóta, tényleg évek óta árulják, és volt már náluk egyébként több táska is, amit meg akartam venni, és mire elhatároztam magam, addigra elfogytak, mert hogy nem ilyen állandó kollekciós darabok voltak, úgyhogy ezzel kapcsolatban úgy voltam, hogy mielőtt még úgy döntenek, hogy ezt kiszedik a kínálatból, azelőtt megveszem. És hát őszintén szólva nem bántam meg egyáltalán, viszont képzeljétek el, azt akartam elmondani, hogy szerintem, amikor az ember valami drágább dolgot vásárol, akkor benne van az az érzés, hogy ehhez kell, hogy társuljon egy bizonyos fokú, egy bizonyos minőségű vásárlási élmény. És hát ennél a táskánál nem kifejezetten kaptam meg ezt a vásárlási élményt, de őszintén szólva annyira nem is érdekel, mert nem ez az első dolgom ettől a márkától, Illetve tényleg annyira vágytam erre a táskára, hogy ezt az élményt igazából semmi nem tudja elrontani, de megmutatom nektek, hogy hogy érkezett meg a táska. Egy sérült dobozban, amit a DHL-nek újra kellett ragasztania, némi műanyag töltőanyaggal, és maga a táska egy nejlonban. És ennyi, se papír, se masni, se levél, se semmi, úgyhogy nagyon vicces volt. Korábban rendeltem már tőlük 2 sálat, illetve amikor volt egy óriási leértékelés valamikor 2015-16 környékén, akkor Somától kaptam egy pulcsit, és ezek nem olyan óriási nagy tételek, nyilván drágábbak, mint egy fast fashion üzlet, de szerintem mondjuk egy Massimo Dutti-ban kb. Ilyen áron lehet kapni dolgokat. Mármint az akkori árakhoz képest, ami ugye 6-7 éve volt. Szóval, ha úgy veszük, akkor ez nem egy olyan vészesen nagy kiadás, de nyilván fiatalabb is voltam, kevesebbet is kerestem, meg hát azért eleve designer dolgokról van szó, szóval azért mégiscsak van egy ára. Az Acne-nek a kiegészítői szerintem egyébként a legnépszerűbbek. Talán láttátok már a táskáikat, vagy a sapkáikat, vagy a sálaikat, mondjuk így Instagramon, vagy Pinteresten, mert legalábbis velem sokszor szembe szoktak jönni, viszont azért nem annyira túl népszerűek, mint egy-egy nagyon felkapott brand. Legalábbis én ezt érzem velük kapcsolatban. Szóval nekem ők pont az a kategória, akik nagyon sok kreativitást és egyediséget sugároznak, mint márka, és képzeljétek el, hogy 2016-ban már volt tapasztalatom az egyik táskájukkal testközelből, viszont ez a történet elég vicces, és azt hiszem, hogy még soha nem meséltem el sehol. Szóval van a Vestiaire nevű oldal, ami nagyjából olyan, mint egy Facebook Marketplace, egy Vatera vagy egy Jófogás, hogy magánszemélyek feltölthetik oda a különböző dolgaikat, hogy eladják, ők árazzák be őket, ők fotózzák le őket, stb. Stb. De ez kifejezetten designer dolgokra van. És nagyon fontos, hogy az oldalnak van egy olyan szolgáltatása, hogy egy plusz összegért, nem túl sok egyébként, főleg, hogyha designer dolgokról van szó, azt hiszem ilyen 15 euró környékén bevizsgáltathatod velük azt a dolgot, amit megrendelsz, vagyis ők garantálják azt, hogy igazoltan eredeti, amit megrendeltél. És hát én azt hiszem, hogy ez 2016, de nem vagyok benne biztos. Szóval rendeltem egy Acne Studios táskát a Vestiaire-en keresztül egy magánszemélytől, azt hiszem, hogy Franciaországból érkezett akkor a táska, és azt kell tudni erről, hogy ha átment az ellenőrzésen, akkor van rajta egy nagy cédula, hogy igen, ez eredeti, és ne távolítsd el a cédulát, hogyha még gondolkozol a visszaküldésben. És nagyon-nagyon beleéltem magam ebbe a dologba, mert akkoriban azért ez még használtan is eléggé sok pénz volt nekem, és nagyon-nagyon tetszett az a táska, tényleg azzal is évek óta szemeztem, és megérkezett, és volt egy ilyen nagyon furcsa érzésem, de már annyira elterveztem, hogy hogy fogom felvenni, meg ilyenek, hogy azt hiszem, hogy rögtön másnap megkértem Somát vagy anyukámat, hogy csináljon rólam egy pár outfit képet, és akkor azt viseltem hozzá, de ott motoszkált a fejemben ez a fura érzés, és ezért nem szedtem le a cédulát a táskáról, csak beletűrködtem, meg Photoshopban leszettem, ahol látszott. És amikor megvolt a fotózás, akkor otthon leültem, és elkezdtem nézegetni, megpróbáltam összehasonlítani ilyen interneten található képek alapján, meg hasonlók alapján, hogy nem lehet-e, hogy tényleg nem eredeti ez a táska, és arra jutottam, hogy én nem vagyok elégedett azzal, amit kaptam, nem erre számítottam, valahogy nem érzem azt, hogy eredeti lenne, olyan műanyagszerű volt, olyan olcsónak tűnt, olyan egyszerűen utánzatnak tűnt. És fogtam és visszaküldtem, és képzeljétek el, hogy visszakaptam a pénzt, az én javamra döntöttek, és megállapították, hogy lehetséges, vagy valószínű, hogy tényleg nem eredeti a táska, és azóta se rendeltem semmit Vestiaire-ről. Pedig egyáltalán nincsen ellenemre, főleg designer dolgoknál az, hogy használt holmikat vegyek, és egyébként rendszeresen szoktam nézelődni az oldalon, főleg, hogyha megtetszik mondjuk egy konkrét brand, vagy egy konkrét ruhadarab, mondjuk egy táska, vagy egy cipő, vagy bármi, akkor felszoktam menni megnézni, hogy ki mennyiért árul ilyeneket, milyen állapotban vannak, elmentek egy csomó mindent, és azóta se rendeltem soha. Nem tudom, hogy ez azért van, mert rossz emléket hagyott bennem, vagy szintén azért, mert amikor az ember egy nagyobb összeget költ, vagy márkás dolgot vesz, akkor hiányzik neki a vásárlási élmény, és egészen biztos, hogy egy használt tárgy megvásárlása esetén nem fogod megkapni azt az élményt, de valahogy soha többé nem jutottam el odáig, hogy náluk nézelődjek. De azért arra gondoltam, hogy ez a történet említésre méltó. A héten pedig egészen biztosan fogom még stylingolni ezt a táskát, bár egészen pontosan nem tudom még, hogy hova, mert nagyon egyik eseményhez sem passzol, ahova menni fogok a héten még, de meglátjuk, ha máskor nem, akkor jövő héten vagy Instagramon fogjátok majd látni rajtam. és majdnem elfelejtettem megmutatni, hogy egy ilyen óriási vászontáska érkezett a táskához, és nagyon durván vastag anyagból van. Én ilyen minőségi porzsákkal még életemben nem találkoztam, ami azért nagyon vicces, mert ez a vászon szerintem konkrétan vékonyabb, mint az, amiben lehet párolni magát a táskát. Szóval ebben szerintem több baja lenne, mint hogyha nem raknám bele semmiben, mert hogy ebben szerintem könnyen összegyűrődik. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy fogom párolni. De ezt nagyon viccesnek gondoltam. Baszki, rakhatnék rá egy fület. Erre konkrétan varrathatnék egy vászon fület, és használhatnám óriási vászontáskának. Felvettem egy videót méghozzá az emlékes képkereteimről, amiket minden egyes utazás után megcsinálok, úgyhogy ha ez érdekel benneteket, akkor már megtalálható a csatornán, és most már csak ilyen közeli képeket veszek fel róluk, illetve ezután még meg is kell vágnom, viszont nagyon jó hír, hogy ma este nem kell a vacsorámról gondoskodni, mert Soma rendelt nekünk kaját. Reggelt. A napunalmas részét ti át is ugrattátok. Itt vagyok a teraszon, mert épp egy posztot fotózok. A Gym Fesztivállal fogok együtt dolgozni, vagyis hát dolgozom együtt, és nekik kell egy sztorit csinálnom, és kevertem hozzá egy csodálatos koktélt. Annyira szépek a színei amúgy, mert ez az üvegszívószál, ez pont passzol ehhez a halvány rózsaszín virágos történethez. Szóval ma ezt mindenképpen le kell adnom, és valaki írta a múltkor, hogy szeretne többször belátni ebbe. Hát nem túl izgalmas, amikor egyedül fotózok, mert magamnak berendezem a helyet, összeszedem a cuccokat, megcsinálom a kiegészítőket, meg önmagamat is olyan állapotba hozom, ami éppen az adott poszthoz passzol, és a telefonomon keresztül lövögetem a képeket. Ennyi. Egyszerűen nem értem, hogy mások hogy állítják be úgy a kameráikat, hogy benne legyenek teljesen. Mert egyszerűen nem tudom így lerakni a kamerát, vagy lehet, hogy csak nincs elég helyem hozzá. Elég olyan helyem, ami elég esztétikus, nem mindegy. Úgyhogy ez most így lesz. Viszont a mai napon menni fogok egy rendezvényre, amire arra gondoltam, hogy veletek együtt rakom össze az outfitemet. Eltűnt a ruha. Mindenképpen ez a ruha lesz rajtam, mert az Zalandónak az eseményére megyek este, és ez onnan van. Illetve ez a ruha pedig az anyósomé volt. Úgyhogy vintage. Hát az az igazság, hogy azt hiszem, hogy eddig tartott ez a styling rész a videóban, mert túlságosan elégedett vagyok azzal, amit elsőre kitaláltam. Szóval ezt a csizmát szerettem volna felvenni, mert még soha nem volt rajtam, és már túl jó idő van ahhoz, hogy napközben felvegyem bárhova, illetve mindenképpen erre a fekete táskára gondoltam a csizmához, mert tök jó egyrészt, hogy fekete-fekete, másrészt ez a masni szerintem tök jól reflektál a ruhának a megkötőire, úgyhogy tulajdonképpen meg is vagyok sajnos. Mármint nyilván fogok még felvenni ékszereket, meg ilyenek. Most megyek sminkelni, méghozzá azzal a gyerek sminkkészlettel, vagy egy gyerek glitter tetoválás készítő készülékkel, amivel már van egy videó a csatornán. Épp tegnap reggel jutott eszembe, hogy mesélek erről, erre este megkérdezte valaki kommentben, hogy mitől vagyok ilyen barna, és igazából hetek óta mindenki ezt kérdezi tőlem, úgyhogy egyáltalán nem szokásom napozni, szóval megmutatom, hogy mitől vagyok ilyen barna, hát nyilván magamhoz képest. Szóval először is a Báliának ezt az önbarnító testápolóját használom, nagyon szeretem, mert nem annyira durva, szóval nem igazán marad meg, mondjuk a kezemen egyáltalán nem látszik, most mondjuk nagyon rosszak a fények, úgyhogy bocsánat, de... Már megy lefelé a nap, és nagyon narancssárga ez a szoba sok fa burkolattól, szóval nem marad meg annyira csúnyán esetleg a megvastagodott bőrrészeken, vagy a hajlatokban, úgyhogy egy nagyon egyenletes barnulást tud nyújtani néhány napon belül. Az arcomra ezt használom, és most rendeltem belőle újat, csak még nem érkezett meg. Ezt Beauty Bay-ről tudjátok megrendelni, és most le is van értékelve az egyik változata. Ebből szintén a light medium, tehát a világosabb bőrre valót használom, és egy idő után, hogyha túl barnítja magát az ember, ez mindegyikre igaz igazából, ami önbarnítós, akkor meg tud látszani foltokban, vagy el tud kezdeni kopni, úgyhogy ajánlott ezekhez egyébként rendszeresen radírozni. Az arcomat nem szoktam fizikailag radírozni, viszont használom a Foreo gépemet, ami valamilyen szinten szintén hámlaszt, illetve hát nyilván a kémiai hámlasztók is jók erre. Ez a kettő pedig nem önbarnító, hanem csak egy ilyen plusz dolog, amit el akartam mondani. Igazából ezt is, mint ahogy a sprayt már legalább 3 éve használom, és most már nem lehet újra rendelni Beauty Bay-ről, úgyhogy utána kell néznem, hogy honnan szerezhető be, mert nagyon szeretem. Ez egy ilyen bronzosító folyadék, amit smink alá, vagy esetleg alapozó helyett lehet használni, és nagyon szép egyenletes, napbarnított bőrt biztosít. Ma ez volt rajtam addig, amíg nem alapoztam le az arcomat, úgyhogy ott igazából láthatjátok, hogy milyen természetesen néz ki arcom. Ez pedig még egy plusz pro tip, hogyha valakin rövid szoknya vagy rövidebb nadrág van, akkor nagyon jó lehet. Tavaly vettem, úgyhogy nem tudom, hogy még konkrétan árulják-e, de ez szintén egy ilyen bronzosító folyadék, csak nem arcra, hanem testre. Úgyhogy ez egy ilyen csillogó, kicsit bronzos olaj, amit el lehet oszlatni, és a lába például az embernek nagyon szexin néz ki tőle. Ez van ma rajtam. Sőt, igazából mindegyik rajtam van ma. És meg is érkeztünk a várba, mert az Aranybástyában lesz a Zalandónak a megnyitó ünnepsége, vagy hát ilyen lounge partija. Itt van velem Soma és Anna, és csináltunk egy pár fotót itt az egyik falnál, mert pont passzolt a ruhámhoz. Double a dabble a little bit more, you know what I'm saying? Yeah. Befizettem magamat egy vérvizelet és székletvizsgálatos laborkombóra, csak hogy megbizonyosodjak arról, hogy minden rendben van velem, úgyhogy túl vagyok rajta. Used to stay up late to just talk. We was moving fast, trying not to get caught. Damn, your skin so soft. Let me open up your heart, cause life too short till death do its part. Knew it from the start, you be the one I'm pushing carts with. In the supermarket, you know I love to start shit. Took you to my crib, yeah, I can eat some sawfish. Breakfast in. Hazaértem, és ezt a ruhát hoztam el a Décsből. Ez az XS-es egyébként, szóval direkt ennyire oversize, mert általában inkább S-es-M-es ruhákat hordok, és elképesztően tetszik, annyira szép! Igazából nagyon gondolkodom rajta, hogy ma ebben megyek, ugyanis a mai program az lesz, hogy Somának osztálytalálkozója van, és egy részére majd én is csatlakozom, mert azt mondta, hogy menjek. Igazából egy csomó osztálytársát ugye én is ismertem, hiszen 1 évvel járt fölöttem gimiben. Ja, és ez nekik egyébként a 10. évfordulós osztálytalálkozó, szóval nagyon durva. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akár ebben is mehetnék, bár eredetileg valami olyasmilyen szerettem volna, amiben látszanak a tetoválásaim. Szeretem, hogyha azok az emberek, akikkel így nagyon ritkán találkozom, azok így látják, nem tudom miért. Igazából büszke vagyok rájuk, szerintem ebben semmi szégyelnivaló nincsen, hiszen azért választom őket, mert tetszenek. De ez most nagyon, nagyon pocséktető, hogy inkább ebben menjek, és amúgy a padlónyi korog nem kizgatok végig ebben a videóban. Ezen a budding gondolkozom, mert ezt nagyon szeretem, hogy áll rajtam, és kényelmes is, de azt nem tudom, hogy farmerben akarok-e menni, úgyhogy még megnézek egy pár lehetőséget. Ez volt a másik, amire gondoltam, na ez viszont Levi's, és nagyon tetszik, hogy 2 icipicit különböző, de mégis passzoló tört fehér van rajtam. Ez egyébként egy szoknya, viszonylag hosszú, és elég hétköznapi, viszont ebből meg talán nem lóg ki eléggé ez a kivágás, nem tudom. A szoknya, ami nagyon-nagyon tetszik, és eredetileg is egymáshoz rendeltem ezt a két dolgot, az ez, viszont ebben fullosan úgy néz ki, mintha terhes lennék, pedig nem vagyok. Szóval... Vagy hát nem tudunk róla. Nem tudunk róla. Szóval nem lenne szerencsés szerintem egy osztálytalálkozóra, meg amúgy nagyjából sehova. Szóval ez sajnos off. Conscious. When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just talk. We was moving fast, trying not to get. A híres mozaik. Ez volt itt a padunk, az volt a szekrényem. Ez itt rögtön a bejárattól jobbra lefelé van. Ez a padlónk. Itt csókolóztunk még nagyon. Ezt nem mondod. Ez anyukám. 18 év. Nem is értünk olyan későn haza tegnap, és nem is ittam olyan sokat, és most mégis úgy fáj a fejem, pedig 10-kor felébredtem magamtól. Nagyon jó volt egyébként az osztálytalálkozó, nagyon sokat beszélgettünk, viszont ebből látszik, hogy megöregettünk, az utolsó vonattal jöttünk haza, ami 0 óra 40 perckor jött Értfelsőről, ugye? Igen. És mi voltunk az utolsók, akik leléptek a helyről tulajdonképpen. Úgyhogy nem sokáig tartott a buli, de azért nagyon jó volt. Jó, hogy légy ilyen csuki. Csókolom! Jó napot! Még vagy papucsba? Még fogsz itt feljönni? Vagy így? Mert így tilts a törvény? Nem kinyeltünk? De. Édes krumpli. Jó. És most megnéztem, és már fut, látod? Nagyon jó. És majd kiakasztom. Szeretem az ilyeneket. Tök jó. Igen. De miért jöttök meg? Szeretek velük láb lenni a én is szeretnék, de azért most le kell törölni a lábam. Az volt a mai terv, hogy egész nap ágyban leszünk, és befejezzük a besúgót, meg megnézünk esetleg valami jó filmet, de aztán átjött Soma nagyobbik öccse, és inkább elmentünk a nagyszüleikhez, meg fagyizni, és igazából arra jutottunk, hogy elég lesz este visszafeküdni az ágyba, mert amíg ennyire jó idő van, nagyon durva meleg van kint, pedig azt hittük, hogy ma szakadó eső lesz, addig inkább medencézünk. Úgyhogy most átaltozom fürdőruhára, és medencézés. Ja, és azt találtam ki, hogy igazából nagyon könnyen be tudjuk gyújtani a kinti grillt, úgyhogy elmegyünk venni valami grillezhető ételt, és azt fogjuk vacsorázni, vagy vacsora és ebéd közötti étkezésre fogyasztani. Jó reggelt! Soma már lelépett, mert segít az öccsének felásni a kertjüket. Mondtam neki, hogy vigyen naptejet és sapkát, és vigyázzon magára. Szóval elmentek ásni, én pedig sokáig lustálkodtam, mert igazából mára semmi extrát nem terveztem be, mert 2 videót is meg kell vágnom, az egyik az ez a vlog, a másik pedig amit a héten felvettem, mert arra eddig nem volt időm. Hú, még nagyon reggeli a hangom. És hát már nem sok érdekes fog történni, mert streamelni mindenképpen fogunk, és ezen kívül én itthon ülök, ő pedig ás. Úgyhogy nagyjából ez a terv. Szóval, hogyha nem nagyon jelentkeznék be innentől kezdve, akkor ne lepődjetek meg. Még azt mindenképpen el akartam mondani, hogy pénteken indítottunk egy nyereményjátékot egy fotós csajszival, Blankával. Valójában nyilván bárki befizethet egy fotóshoz, de hogyha ez egy kicsit meghozza az emberek kedvét, akkor úgy gondoltam, hogy hozok egy ilyen játékot, hát ha örülnétek neki. Szóval azért is mondom el ezt, mert még mindenképpen futni fog a játék, mire kikerül ez a videó. Szóval nézzetek rá az Instámra, hogyha esetleg érdekel benneteket. Annyit kell róla tudni, hogy egy egyórás páros kültéri budapesti fotózást lehet nyerni, és ti választjátok ki, hogy kivel szeretnétek ezt felhasználni. Lehet házastársal, szülővel, testvérrel, legjobb baráttal, állattal, úgyhogy ez már csak rajtatok múlik. Korgott egy nagyot a gyomrom, nem tudom, hogy hallottátok-e, úgyhogy megiszom a kávémat, aztán eszem valamit, és neki is állok a videóknak. Jól gondoltam, hogy ma nem fog túl sok érdekes dolog történni, streameltünk, és már vége is a napnak, viszont ettől függetlenül szerintem ez egy elég tartalmas hét volt, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy remélem, hogy nektek is fog, és azt is remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok!